Na. Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit egy újabb videóban. Megint vonalbejárás lesz, most a 117-eset folytatjuk Polgártól. Itt van a felvételi épület, hát ez csak rosszabb lett, mióta utoljára láttam. Meg most már az emeleted is. Ezért kiszedték az ablakokat is. De a másik oldalt még a lépcső is ott van, csak az ajtó van bezárva. És most ide most nem jövünk fel. Ja, meg ott is látszik, hogy már meg van bontva a tető. Úgyhogy ha ezt nem javítják meg, akkor előbb-utóbb össze fog dőlni. És akkor errefele fogunk majd tovább haladni, ugye körülbelül egy olyan 7 km és elérünk Újtikosig. Az lesz a következő megállóhely, és hát hamarosan indulunk, és aztán majd olyan nyílt vonalról majd még mutatok snitteket. Ja, persze, itt még van a léletében felszedtek egy kihúzó vágányt. De itt látszik a helye. Ott, ahol most Dávid sétál. Ja, egy megmaradt betonalj az egykori vágányból. Aha. Ez egy elixes sal egyébként szerintem. Igen, elixes sal. Csak már használhatatlan. És ugye... És ott volt a fénysodompós átjáró. Így van. Az még látszik Petagami videóján is, hogy itt még megvolt a fénysodompó. És itt volt egykor a vasbakter, és ott meg a fénysodompó. Ez egy fénysodompós átjáró volt, minden látszik. És a túloldalt is lesz majd egy... És jön egy busz, azt megvárjuk. Volvo. És ott megyünk Újtikos fele. És ott egy távíró pózna megmaradt. Szigetelés. Szigetelők rajta, a vezeték az már nem. Itt. Aha, hát benne vannak, vagy legalábbis az, hogy rohadt belülről, tehát azt nézek, hogy ideges a belseje, pedig, és ez egy új talpfa. Hát ez új talpfa volt, de ez ennyi. Ennyi, igazából. Ennyit jelent az, hogy nem lehet kátrányozni, mert sokkal hamarabb szétrohad. És azt mondják, egy 1908-as, és ez még a B-asin, de ez is C. Igen, C. Ez C. Egy C. De ez még nem az M-a, ez a B-a. Ez egy 115 éves sín. Ez már akkor 100 éves volt, amikor még üzemelt a vonal. Hát van ebben minden, nyomtáv szűköl, süllyedés. Meg irányhiba is van benne. Uh-huh. Szóval ezért járhatatlan a vonalati szelők fele. Itt nem tud átmenni. Hát ezen biztos, hogy nem. Nem, azt meg kellene csinálni, hogy végig menjen valami vasúti jármű. Ez volt az első komolyabb pályhiba, amit találtunk. Tehát egyik része ugye nyomtáv szűkület, másik ugye nyomtáv bővület. És erdei szakaszhoz érkeztünk, és Polgártól jöttünk már egy kilométert. Itt viszont jobban lehet majd számítani ilyen gazosabb részekre. Az erdőnek meg könnyebben ránül. De ezek még csak light szárúak, amik eddig vannak. Ez még nem annyira. De mások, viszont van egy hosszú egyenes szakaszunk. Hát majdnem egyenes, igen. Újtikosi. Itt van benne, majd később, ahogy az út egy kicsit ív, meg egy átjárónk lesz még Újtikosi. Egy rendes átjárónk, meg földátjáró lesz még előtt. És Újtikoson megvan az a felvételi épület. Ott megvan, igen, igen. Nem, tehát úgy van elméletek, hogy van két földútjátjárónk, meg van a 36-os főútnak, egy András keresztese, és utána van Újtikos majd. Na, én fogod látni. Na, meglátjuk. Na, gyerünk tovább. Ez elég szépen. Hát ez a egyszerű. Ezt tudnád mondani még egyszer a vizet folyás? Nát rajta. Hát ez ebben. De nem semmi. A felüljáró megvan itt a közúti. És egyébként a pálya szobában is egyenes. Nagyon régen egy műút,
de nem tudom mikor szűnt meg, nagyjából egy 20 év. És milyen út volt? Mert ugye az is egy mi út, ami ott mögöttünk van. Itt volt végig a 36-osra. Volt egy út, még a vonal életében megszűnt, tehát hogy miért, ez hova vezetett, nem tudom megmondani. Hogy, csak na, ugye, az elnézünk erre is, hát igen, itt is. De valószínűleg besatlakozott abba az útba, aminek késő felüljárót építettek. Hát lehet, hogy... Tehát itt lehetett egy korrekció, nem a közúton, hogy elvitték arra az utat felüljáróval, és akkor ez itt meg. Megmondott. És hát és ugye ott az ív, egy járott előttünk. Ott, persze, ott van. Azért mondtam. Okay. Eddig volt egyenes. Tehát ott fordul rá igazából a vonal Újtékosra. Tehát egy picit ugye balos ív, és akkor utána meg igazából megyünk egyenesen végig Újtékosig. És betonalja szakasz vége. 48-as sín betonal, és innen az átjárótól lesz talpfás. V-csavart ajándékba. Az meg van bőven ilyen kiálló síncsavar. Igen, és ráadásul ezért szilárd burkolatú átjáró. Valamiért itt azt is fontosnak tartották, hogy minden utátjáró kapott aszfaltot. És hát arra fele tovább. Akkor ez most tenném meg, meg ráadásul rendes oszlopot is kapott. Igen, a másik is. Tehát ugye ezt oszloppal együtt oszlopal. Itt is vannak már betonaljak. Továbbra is betonaljas. Csak az átjáró tartás. Átjáró tartás. De utána ismét betonaljas. Ha itt azért volt némi átépítés, még a vonal életébe. Az átjárón lehetett egy ötös lassújjel? Szerintem az átjárón, igen. Aha, ez ötös lassújjelnek az előjelzője. Hát az szép. Nem semmi lelet. Vissza is döltöm már fényt. Hát ez az, itt szerintem kilépett valami. Itt, hát ez látszik, hát itt a kerék törte össze. Igen. Lehet, hogy volt valami PFT menet, ami itt siklott, és azóta nem jár erre semmi? Lehetséges egyébként. Ott is. Igen. Hát ez szép. És ismét egy évnél, és mindjárt Újtikoson. És mindjárt megyünk egy hídon. Itt van valami csatorna. És itt vagyunk Újtikos határába. Hát az András keresztet kicserélték újra. Az átjárót nem. És megyünk majd be a gazba mindjárt, és ott egy busz. Vagy legalábbis egy annak látszó kredó. Igen, egy műanyag. Ez ugye itt is fénysodompós átjáró volt akkor ezek szerint. A vasbakterdek megvan a helye. És akkor jön a gazosabb rész, ahogy látom. Viszont mindjárt beérünk Újtikosra. Kb. Még egy kilométer lehet. És akkor megyünk Újtikos felé, itt van egy átterez. Ez itt valaki dolgozott nemzetközi jelzés. Még Royal Vodka is van. Külműves aktív első, meg Royal Vodka is van. Igen, itt balra egy klasszikus lapadó. Hát igen. Mert itt azért itt van egy jelzőnek a csonkja. Igen. Itt van a 7-es kilométer szervény, és az pedig már egy vonóvezetéktartó, tehát innen állítottak egy jelzőt. És akkor onnan kezelték a felvételét. És az már az állomás épület? Az már az állomás. A szemben az már az épület. Tehát itt azért volt, amikor akkor azért volt szolgálat, hogy 7 jelzőt kezeltek, valami vonatjelentő térközön volt lehetett. Volt szolgálat, aki szolgálatot adta, ő a jegyet is adta. Tehát volt ilyen pénztár is, de majd megnézzük az állomásit. Hát ezért érköződ volt akkor itt, szerint. Hogyha jelző is volt. Vagy lehet, hogy volt a kodolvágány még valamikor a kőkorszakban? Lehet, hogy volt, de nincsen nyoma. Nincsen nyoma. Na majd fentőpontról megnézzük. Meg, persze. Na akkor mindjárt majd közelebb érünk Újtikoshoz akkor. De valami itt is van, vagy volt. És... Elvileg itt elfért volna egy rakodóvágány, elfért, itt. Igen. El, tehát van, hely van. Meg ez rakodó terület volt, ez biztos. Itt ez.
tehát szerintem akkor itt volt élakodó vágány, és akkor azt fedezték a jelzővel. Hát a közelebb megyünk, lehet, hogy látunk valamit majd ott az épületnél. Itt a új tikos megállóhely, itt vagyunk a peronnál. És szerintem volt itt élakodó vágány, és itt van még az épület is. Nem úgy néz ki, mintha lakott lenne. Nem lakott, biztos, hogy nem lakott. Hát megnézzük majd közelebbről. Hagyományos sinkronás pedon. Semmi extra. Ah, itt volt a jegypénztár. Ott van egy pincse. És ez lehetett a szolgálati lakás. Volt pincse, igen. Itt a lakrész, igen. Hát itt a pincse. Itt volt a lakrész. Pincében nem megyek le. Ott a sparhát. Úgy tényleg kivel ez a sparhát. Óvatosan. Pince van alattam, óvatosan. És itt van egy régi stelázs is. Ah, ott meg egy madárfészek. De lakatlan. Meg kivel ez a sparhát? Azt nézd. Aha, a régi szekrény. Ott van egy kályhacső, meg egy kibontott hevelő. Új tikos után a következő átjáró. Mezőgazdasági betonaljakból. Védősínnel. És hát haladunk tovább lejjefele, még egy olyan 10 km. Nagyon gazos pályarészsel eddig nem találkoztunk. Ott egy átedesz. És haladunk szépen lejjefele, és itt nézzétek meg, hogy néz ki a pálya. Hát ez nagyon csúnya. Hát ez nagyon. De itt ugyanire azért... Hát látom. Itt aztán ennyi. 99-es szelvény. És még egy betonaljas útát járó itt a puszta közepén. És hát irány tovább, messze van még leje. Na, egy szép út akadály itt a 102-es szelvénybe. Hát az faszán rádölt a sinekre. De ki lehet kerülni. Sérként még itt a pályos egyenesnek tűnik. 116-os szelvény, és egy begazosodott átjáró. Ami valószínűleg már korábban megszűnt. És hát erről jöttünk, haladunk, itt vagyunk a pusztaságba. Ez is betonaljas. Hamarosan lejjed, anya, bár azért még a dió pár kilométert menni kell. Marhák jobb oldal. Ja, igen. Hát, hamarosan Tiszadob. Már vagyunk, aztán majd jön a tanyavilág. És itt az erdei szakasz. Errefele szintúgy. És még eddig jól járható volt gyalog a pálya, nem voltak nagyobb gazok. És valahol a 120-as szelvényben vagyunk. Nagyjából igen. Ah, megvan az átedesz, és itt egy patak fölött megyünk át. Hát innen hiányzik a korlát, és errefele tovább. És megjött a gaz. De úgy látom csak átmeneti. Csak átmeneti. Akkor mehetünk. Igen. Oké. Okay. Akkor jöjjünk tovább. 128-as szelvény, átedez. Még egy folyó akármi fölött. Valószínűleg ez is a patak. Hát egy békalencsés a vastagon. Igen. Hát a korlátot itt is ledobták. Itt viszont mindkét oldalról. 141-es szelvény, és akkor itt van egy földutas átjáró. Már lejjebb anya előtt vagyunk. Valahol itt kéne lennie. Itt vagyunk, Rejet anyánál. Peron. Korábban is csak egy táblás megállóhely volt, szóval itt egyebet nem fogunk találni. Adnak meg, maradj. Igen. Ott a pad, fa nélkül. Nincsen semmi. És semmi extra.
Hát de itt szerintem korábban se volt. Hát csak egy tábla volt. És még 2 kilométerre arra van Tiszadob. Egyébként maga lejjet anya az arrafele van. Legalábbis ugye az a néhány épület, amelyik itt van. Egyébként nem volt rossz ilyen a megálló. És akkor irány Tiszadob fele. Tiszadob állomás előjelzője, hát ennyi látszik belőle. Nem tudom, érvénytelenítve van. Érvénytelenítve van és nem működik. Igen. És erre fele tovább. Jelző. És itt vagyunk Tiszadob állomáson, mindjárt ott van a bejárati jelző, meg egy 40-es lassújjel, és egy Andráskereses átjáró, még már a műút. És itt átjöttünk az úton, és itt van rögtön. Na, szóval ez itt már Tiszadob. Háromvágányos állomás, de tévvilágítás, ott van az első lehetett a rakodóvágány. Vágány zárósa. Itt van rögtön egy kiszögelt váltó. És ott igen a vágányzáló sodompol két mellékvágányon. Na menjünk. És akkor a Tiszadobi felvételi épület. Itt OSB lap helyett téglával van az összes nyílászálóba építve. Úgy látom a villanyvezeték is le van vágva. De megnézem az utcafronti részét is. És hát arrafele van tovább Tiszadada. Igen. És itt van az állomás utcafronti része. Hát ilyen villanybekötés nincs meg, ahogy látom, úgyhogy itt már biztos nem laknak, sőt ugye nyílászárók is be vannak falazva. És errefele van Tiszadada, úgyhogy itt mindjárt itt a másik irányból visszamegyek a sideg felé, aztán irány tovább. Hát még 4 kilométer. 1-5-ös lassú előjelző, és itt van Tiszadob állomásnak a Tiszadada felőli vége. Mutasd meg, Daniel. És errefele tovább. Csak ott az üzem. Egy klasszikus olyan termelő egység, ahol ugye lehetne vasúton szállítani, mert ez egy mezőgazdasági üzem. Hát és egyébként igen. Tehát, hogy... És még közel is van a vasút, itt még tudnának is rakodni. Igen, tehát hogy mennyi? 200 méter? 200. Hát vagy még annyi sem, meg egy iparvágányt ide kiépíteni, az nem kerülne semmibe. És hát akkor járta tovább. És itt van az alakbejárati jelző, hát amennyi látszik így a gazból. Innen látszik. Szabad jelzésre van. Hát az is érvénytelen, itt van egy szabad jelzés. Bizony. Na, ezt nézzétek, mekkora dzsumbúj volt itt. Bár ilyen lájtszárúak, ezen át lehetett jönni, hát olyanok, mint ez itt. De úgy látszik, most meg is itt javult a helyzet. Hát igen, itt a Tiszadob és Tiszadada között vagyunk. 185-ös szelvény, épp elhajtunk egy átjárót, és mindjárt jön a következő, és hamarosan a Tiszadadára érkezünk. És ugye másfél óra múlva indul a buszunk, azt kell elérni. És itt van Tiszadada állomásnak az előjelzője. Egy kicsit közelebbről is megnézzük. Van itt egy útakadály. Meg egy útátjáró jelző, de a szelvényszár nincs rajta. És ezt nézzétek, van a vonalon egy altudító, vagyis hát egy ilyen fénysodompót ellenőrző berendezés. Hát valószínűleg ez sem működik. Érvénytelenít. Ja, ráadásul. Hát igen, polgára volt, az is visszajelentve valószínűleg, mint a fénysodompó is. Azért mondom, hogy érvénytelenít van rajta van. És ott a főjelző már előttünk. Erről jöttünk, hát a pálya az egyenes, és igazából az űrszelvény többé-kevésbé tiszta is. Itt vagyunk az állomás előtt, szabad jelzés a főjelzőn, és az állomás épület már ott látszik. Nem, de hamarosan a váltókörzet is ott lesz, igen. Így, hogyha mehetünk is tovább. És ezt nézzétek, váltókörzet. Hát úgy látszik, csak két vágány volt. Igen. Hát nincs semmi nyoma. Nincs. És nincs meg a váltó. A váltónak sincs nyoma. Nincs meg az állító. Nincs. És itt van még az oldalrakodó. És mindjárt közelítünk a felvételi épülethez, itt van az utcafrontja. És itt van az utcafront felől a felvételi épület. Hát eléggé lepusztult. The next day. És akkor sziasztok ismét. Hát most itt vagyunk Tiszalöki vízművek megállóhelynél.
Hát az időjárás közbeszólt, azért Tiszadanától nem tudtunk jönni a szakadó eső miatt. Úgyhogy eljöttünk busszal eddig a tiszalöki vízművekig. Hát itt látjátok, itt van a pedon, de megvan a tábla, és még a régi gomba azért világító testek is megvannak. A padot is mutasd. Igen, ja, hol a pad? Itt van a pad. Kicsit közelebb megyek hozzá, hát itt azért már elég rendesen benőtte a gaz. A megálló, de van. És ráadásul ugye nemrég még esett az esély, úgyhogy ezek még vizesek is. De ez itt a pedon. És arrafele, hát ugye legközelebb majd a Tiszadada és a tiszalöki vízmel között majd később lett halaszva a bejárás. Szakadó esélyben nem tudtunk neki indulni. És mire idáig eljöttünk busszal, addig elállt az esély, úgyhogy innen majd Tiszadakig még bejárjuk. Hát itt, igen, itt van a pálya Tiszadada fele. Betonaljas és 48-as sínes. Hát azt hiszem ez 48-as irányézésre. 48-as, igen. Hát ugye az előműig azért kicserélték a nagyobb teherbírásúra. Ott egy távíró póznak, kicsit benőtte a gaz. És valafele van Tiszalök, még egy kb. 4 kilométer. Hát azt lesétáljuk, aztán legközelebb majd marad 5 kilométer majd Tiszadada meg Tiszalök vízművek között. Hát ahogy elnézem, ott majd lesz még a dzsungel arrafele. Fénysodompós útátjáró lesz a 262-es szelvényben. És 34-es. Igen, 34-es betonaljakkal, rengeteg sincsavar hiányzik. A tipikus. Se tipli, se csavar. Ott a következő, tartanak. Azok se tartanak. Hát valószínűleg egy párat ki is lehetne húzni. Ennyi volt. Ennyire tart. Ez a... Sem, nem tart. Nem ez tart. A kókány BT féles leerősítés. Ez szerintem azt is ki lehetne húzni. Ez még hát az még valamennyire fogott, mert nem kóltat ki a titli. Aha. Jönnek a szúnyogok is közben. Most felzavarjuk az összes szúnyogot el. Az előbb már izzünk mögött a filmben az egyik. És meg itt lesz egy, majd egy iparvágány az előmű felé. Hát maradvágány. Igen. Már sokkal is tesz, hogy... Látni fogjuk, hogy volt. A kiágazását látjuk, meg majd igen. Lesz egy híd a Tiszán. Igen. Vagy Tiszán, az lesz most a nem? Ja, a főcsatorna, a Tisza az alébb van. Ugye a Tiszán nem megyünk át. Ne, ja igen, mert az előmű az van a Tiszánál, és az még azért messzebb van. Igen, onnan eljöttünk. És meg mindig célsínes, meg gyűjtöttek csavarokat is közben. Pont láttak kamerát. Igen, meg néhány szigetelő is van itt. Tudom, hogy a távíró pózlákat már korábban eltüntették, de a porcelán szigetelőkből maradt. Hát ugye itt is. Se tipli, se csavar. Meg és van süllyedve. Aha, és valószínűleg egyébként sem nagyon tart. Ezt nézzük, meg van süllyedve az ikeraj. Tehát, hogy az nulla fogás igazából hevedel. És már itt se tart semmi. Hát meg itt is azért egyre több sincsavar hiányzik. Ott lesz egy útakadály előttünk. Már nem tűnik vészesnek, szerintem el tudunk menni mellette. Csak például nemrég esett az eső, mindegyik ilyen azért növényzet vizes. Igen. Frissen mosott pály. Az. Hát minden 4 kilométert kell mennünk Tiszadakig, az azért nem sok. Na, és itt van egy váltás, igen, össze van hengesztve a 34-es meg a 48-as. Igen, az már 48-as. Látszik, hogy ezért sokkal szélesebb. Megnézzük mindjárt a fénysodompót is, hogy működik el, bár biztos, hogy működik. Hát, az nem. De hát különben már leszerelték volna. Vagy kilaknának egy vizébe gartolót, nem, biztos, hogy pislákol. Aha, ott van persze pislákol. Működik. Jó, hát akkor ez működőképes. Ott van a vasbakter is, és ez ráadásul AS, ha jól látom. Így van. Tehát akkor elvileg ezt... De nézd meg, hogy milyen állapotban van a utátjáró. Nézd bele, látod, szép van töredezve, ugye? Hát, a... Igen, de te mostanában volt este felújítva. Nem. De ugye nem itt van az AS. itt van, és akkor itt van a behatási pont, meg a kiszámláló, meg itt van a, hát, ugye a vasbakter. És tudja, hogy Tiszalökre van visszajelentve. Igen. Hát most itt van Tiszalök, tehát az a rá. És itt még össze van azért mázolva a sír is. Gondolom cserélek. És ott van AS261.
És itt van a keleti főcsatorna hídja. Ez viszont már azért egy komolyabb vashíd. Erre jöttünk. És hát akkor most át a hídon. Még itt a vizes talpa egész jól súszik. És ott van ott még egy híd. Ez a közúti. Igen, az a közúti lesz. Az a közúti. De ott a sincsavad a talpa közepébe. Hát biztos erősítés. Nem tudom. Biztos itt meg a híd másik oldala. A 4-es sinek ezt egyik oldal. Hát igen, a hídon 54-esek vannak. Még ez is 54. Igen, hát itt ezek már félvonali sinek. Hát gondolom, amikor a hidat felújították, akkor cserélték ki. Hát meg ez, ja, és itt a TU-72-es aljak vannak. Hát igen, innen már haladunk viszalök fele. Ott lesz egy ív, és akkor az már ráfordul az állomásra. Hát még idő, amíg. Igen, hát azért még nyilván, azért még van egy pár kilométer. Meg még lesz egy iparvágány kiágazás is valahol. Az előbbi fele. Szaporodik a gaz. Hát errefele is azért van némi növényzet a pályán. És itt már közel van a közút. Haladunk tovább Tiszalök felé. És azt nézitek, 1894-es C-sín. Igen. Nézzétek, itt vagyunk a 281-es szelvénybe, a gyártjáró előtt. OS 281-es. Az átjáró túloldalán már Tiszalök állomás előjelzője. Hát fogjuk látni. És az előművi iparvágány mellett pedig eljöttünk, azt nem vettük észre, szerintem semmi nincs is már meg. Nincs, hát ilyen Tisza híd előtt kellett volna, hogy legyen. Igen, itt működő fénysodompó, itt meg az ipari park. Az ipari park, igen. Működik. Működik, igen, azt néztem az előbb, hogy megy. Ugye ez AS, ez elvileg vonat által vezérelt, hát aztán ki tudja, hogy a valójában járna erre vonat, akkor tudná vezérelni. És itt van az előjelző, Tiszalök állomásról. Hát már azért kezdi belőni a természet ezt is. És hát akkor innen tovább, innen már tényleg nincs messze az állomás. Hamarosan jön a főjelző, aztán már ott is vagyunk. Öt a vonó vezeték, még az is megvan. És itt vagyunk az ív előtt, és ott már látszik a főjelző. Távolban meg lehet látni. A tekerősodompót, igen, az is ott van. És így a célegyenesbe kezd egyre jobban gazosodni. Hát látjátok, ezen kell átmenni. És magát a jelzőt, azt kicserélték. Igen. És csak az állbóz az, ami városzásodik. Hát az már. És mindjárt megérkezünk az átjáróhoz. Igen. És egyre nagyobb a gaz. De hát már mindjárt itt vagyunk a célegyenesbe. Vagyis hát már befutó. A szakállas sodompó, megvan még az őrhely is, és ez már a váltókörzet. És akkor csak visszanézünk, hogy ezt nézzétek, hogy az utolsó körülbelül 20 méteren itt volt a legnagyobb gaz. Azért nem semmi, hogy pont itt. És ráadásul ez már településbe eltett, amit igazán lekaszáltathatnának akár közmunkásokkal is. Mert ez miből telne egy fűkaszával itt végigmenni. És itt, igen, itt a hajtómű. Ez meg az őrhely. Nem hiszem, hogy nyitva van. Nincs. De ott a Kurbis telefon. Meg a Siemens Holzke. Meg van egy jelzőzászló bent. Nem nagyon van használatban a váltó. Ma így használják ezt a vágányt. Mindjárt meglátjuk, melyik kitérőt fogja használni.
akkor menet közben megérkeztünk Tiszalőkre, úgyhogy majdnem sikerült a 117-eset bejárni, 5 kilométer kimaradt, az vagy legközelebb. De innen meg itt vagyunk egy felújított BZ-ben, legalábbis ugye felújítás annyit jelent, hogy kicserélik az üléshúzatokat. De ez egy BZ pótkocsi, és majd ezzel megyünk Debrecenbe. Ja, nézzük magad egy jót, hát semmi nem történt. Ez ugyanolyan, mint volt. Csak most kevésbé húgyszagú, mert szerintem még friss a felújítás. Úgyhogy ez ennyi lett volna, akkor majd legközelebb találkozunk egy másik videóba. Sziasztok!